Már több mint 4 éve muzsikálunk a budapesti táncházakban, amelyek újabban vidéken is népszerűek lettek. Budapesten kezdetben a táncegyüttesek tagjai jöttek össze a maguk örömére táncolni, de később egyre több kívülálló fiatalnak tetszett meg az itt folyó táncolás, amelyről szinte senki se gondolta volna, hogy hagyományos parasztáncokra épül. Pedig a táncház elnevezés is falusi eredetű, így hívták a szombat-vasárnapi táncmulatságot, amely hagyományőrző helyeken még nem a kocsmában zajlott, hanem egy kibérelt lakóházban. Mi eddig leginkább a felnőtt ifjúság számára muzsikáltunk, néha azonban apró gyerekeket is láttunk a táncházban, akik bizony a felnőtteket megszégyenítő ügyességgel próbálgatták a táncokat, mint ezt az előbb a filmen is láttuk. A falvakban senkinek nem jut eszébe, hogy a táncosok körül lábatlankodó gyerekeket elzavarja a mulatságról, eltűrik őket, sőt, külön táncmulatságot is rendeznek nekik, hogy egymás között is gyakorolhassák a lakodalmakban ellesett figurákat. Innen az elnevezés, aprók tánca. Ezután még arról szeretnék mesélni nektek, hogy a gyerekek nem ám a legkönnyebb táncokkal kezdik a tanulást, hanem sokszor a legnehezebb virtuóz férfi táncokat tanulják meg először, szinte versengésszerűen, amelyek után szinte gyerekjátéka, páros táncok megtanulása. Érdekes, hogy akinek ez a tánctanulás 8-10 éves koráig nem sikerült, abból később sem igen válik a közepesnél jobb táncos. Úgy látszik, hogy ez a kor a tanulás legjobb ideje. Figyeljetek tehát jól, 8-10 évesek, okulva a falun jól bevált szokásokból úgy gondoltuk, hogy mi is rendezünk nektek aprók táncát. Ebben Tímár Sándor fog nekünk segíteni, aki sok felnőtt táncházban tanított már. Magyarország különböző vidékein más és más szebbnél szebb táncfajta élt, ezekből fogunk néhányat feleleveníteni. Elsőként a Tisza vidéki csárdások egyik egyszerű változatát választjuk ki a Borsod megyei tartonáról. Figyeljétek jól, ezt tanuljuk most meg. Fogjunk hozzá a gyerekek a tánctanuláshoz. Először persze jobb lesz, hogyha megnézzük ezt a táncot eredetiben. Vendégeink bemutatják nektek Tardonáról Kulcsár Miklósné, Balla Béla és Balla Béláné a csárdást. Látom, tetszett az a tánc nektek, gyerekek. Gyertek, álljuk föl, és tanuljuk meg. És ti is otthon, gyerekek, akik a képernyő előtt ültök, gyakoroljátok ezt a szép táncot. A tánc első lépése a csárdás volt, így nevezték a tardonaiak, az tulajdonképpen egy ugrós motívum. A motívumot megkérjük, hogy mutassa be Nagy Kornélia és Szénási Attila, a Bartók Béla táncegyüttes táncosai. Kérem szépen, táncoljátok el, szólaljon meg a zene.
Próbáljuk mi is, gyerekek! Kezdjünk bele ebbe a motivumba! Ugorjatok! Fent hangsúlyba! Föl! Föl! Ez az! Most próbáljuk a forgó motivumot is! Külső lábbal kell kezdeni! Jó lendülettel haladunk. Kicsi ugrás is van benne. Fogódzatok össze, és próbáljátok meg ti is. Ez az. Fönt hangsúlyba. Egy kicsi ugrás is van benne. Ez az. Nagyon szép. Tovább. Jó, na most az irányváltó lépést is tanuljuk meg. Az irányváltónak kétféle formája van. Egyiket a fiúk táncolják. Attila, légy szíves, mutasd meg. Hol a jobb, hol a bal lábbal ledobbant a fiú. Ezzel a dobbantással fékezi meg a forgás lendületét. A lányok pedig páros lábon ugranak, mint a veréb. Forduljatok szembe, és fogódzatok párosan össze. A ledobbantásoknál mindig jobbra-balra fordítjuk a leányt. Próbáljátok meg, gyerekek! Bál és derék fogással fogódzatok össze. A dobbantásnál meg kell emelni a térdet, és merőlegesen ütünk a talajra. És próbáljuk ki a forgóval együtt. Tehát forgunk. Nem szabad lenézni. Nagy lendülettel húzd a forgót. Most a forgót váltogassuk a csárdás lépéssel. Na ez jól megy, próbáljuk meg még a táncnak egy-két finomságát, amit eddig nem gyakoroltunk. Járjuk a csárdás lépést, Attila. És a forgás kezdése előtt jobbra-balra fordítsd a leányt. Így láttuk a tardonaiaktól is. És aztán lépünk egy-két pihenő lépést, és ebből jön a forgó. Aztán újra dobbantóval lefékezzük a forgást. Na, ezt is iktassuk a táncukba, gyerekek. Tehát most megy a csárdás lépés. Forgás előtt megfordítod jobbra-balra. Így. De legyen lendület ennek a forgónak, fiú. Látjátok, jól összevág a csárdásnak a ritmusa és az irányváltó dobbantó. És van, aki forog, van, aki a csárdás lépést járja. Húzd meg lendülettel, Péter! Jól megy ez a tánc. Jó, és most tanuljuk meg a karikázót. Gyere, Sebestyén Márti, énekeld el a karikázó dallamát.
mint az előbb hallottuk, el is énekelték a tardonaiak nekünk. A karikázót azt nem zeneszóra, hanem csak énekszóra táncolják. Istenem, ezelőtt tartottam szeretőt, de már most nem tartok szívemen csak kettőt. Olyan az a kettő sejhaj, mint az aranyvesző, szőke is, barna is, szeret mind a kettő. Énekeljük közösen! Istenem, ezelőtt tartottam szeretőt, de már most nem tartok szívemen csak kettőt. Olyan az a kettő sejhaj, mint az aranyvesző, szőke is, barna is, szeret mind a kettőt. Gyertek, kislányok, álljunk körbe, és próbáljuk meg a karikázót is eltáncolni. Hátul derékfogással állunk, és a lépésünk egy állandó, körbehaladó, sétáló lépés lesz. Úgy, szép kört alkossunk. Tessék, próbáljuk meg bal lábbal lépegetni. A Márti megkezdi a dallamot, ti pedig lépegettek. És bal, jobb, bal, jobb. Istenem, ezelőtt tartottam szeretőt. Kórus. De már most nem tartok szívemen csak kettőt. Olyan az a kettő, sejhaj, mint az aranyvesző. Szőke is, barna is, szeret mind a kettőt. Jó, álljunk meg. A tánc innentől egy forgó lépéssel folytatódik. A forgást egy forgókezdő motivummal indítjuk. Nyissuk ki a kört, mutassa be Nelly, hogy hogyan kell ezt táncolni. Kérjük szépen tehát, bal láb dobbant, és a jobb kettőt utána. Még egyszer kérjük, bal láb egyet, a jobb kettőt üt. És bal, jobb, jobb. Most ezt nézzük meg közelről is, mert hát ha valaki ezt nem tudta megfigyelni. És bal, jobb, jobb. Ez az. Jó. Most álljunk, zárjuk össze a kört. A vezényszómra induljunk, a Márti kezdje az ismétlés dallamát, és bal! Kórus! Szöke is, barna is, szeret! Most irányváltó, most! Most visszafele halad a kör, és ugyanez előről. Kezdjük a dallamot. Jó, ki vagyok, mert szeretőd vagyok. Mégis a nevemet mástól tudakolod, de tudakold a nevemet, csertő se mástól, hűtlen vagy, megcsaltál, váljunk. Forgás kezdő. Tudakold a nevemet, csertő se mástól, hűtlen vagy, megcsaltál, váljunk el egymástól. Jó, álljunk meg, köszönöm. Még tanulunk egy-két motivumot a karikázóhoz. Például a csárdás lépést ugyanúgy eltáncolják karikázóba is, mint vális derékfogással. Ezt is próbáljuk meg. Tessék, Márti! Szeretem a tardonai papot, veszek néki pántikás kalapot, ő vesz nékem fehér derékendőt, hogy ne tartsak tardonát szeretőt. Forgó! Ő vesz nékem fehér derékendőt, hogy ne tartsak tardonát szeretőt. Most a csárdás lépés járjuk, toppantva. A cipőmnek se sarka, se talpa, eltáncoltam a tardonai várba, lesz még annak sarka is, talpa is, lesz szeretőm, szőke is, barna is. Forgó! Lesz még annak sarka is, talpa is, lesz szeretőm, szőke is, barna is. Jó, elég, álljunk meg, gyerekek. És most pedig a falukerülőjátékot tanuljuk meg. Álljunk akkor oszlopba, a hátsók haladjonak előre, és kezdjük le az utcán, le-le-le. Mindenki szépen arccal előre néz. Le az utcán, le-le-le, piros a fa, le-le-le, hajogolnál, behívnál, édes borral kínálnál. Az a szerencsés vagyok, hogy az úton nem vagyok, a szomszédba ballagok, rózsám mellett múlatok. Az én utam elveszett, én azt keresni megyek, nincsen annak más jegyi, szárnya hegyi feketi. Az én kötőm adagja, csupa piros pántlika, lika, lika, pántlika, csupa piros pántlika. Folytassátok a hold-holddal. Hold-hold, figyeltem két kapudárva. Ott a kapu, indulj. Iski kapu, kergel gazda, válmot adok rajta. Gyere. Hold, hold, fényes lánc, két kapudárba. Gyertek felé, töltsétek ki a teret. Kis kibabut, gyerek, a szabámot adok rajta. Hold, hold, fényes lánc, két kapudárba. Kis kikaput, gyerek, a szabámot adok rajta. Hold, hold,
gyertek erre! Harc, két kapu dárga, nyisd ki kaput, Gergely, gazda, vámot adok rajta! Jó, jó, jó! Csak ennyi volt a tánc Tardonán. Mikor Tardonán jártam, maguk mesélték, hogy a lányok régen vasárnap délután falun végigvonultak, játékokat játszottak, énekeltek, és után álltak, és úgy táncoltak körbe. Azt énekeljék el, mit énekeltek akkor, amikor sétáltak. Ma Tardonán, akkor megyek végig. Halva bám a kocsmába ízik, a poharát magasra emeli. Erre sétáltak végén a falun. Mit énekeltek akkor, amikor körbeálltak és körbe táncoltak? Istenem, ezelőtt tartottam szerető, de már most nem tartok szívem, én csak kettő. Olyan az a kettő, se jaj, mint az aranyvesző, szőke is, barna is, szeret mind a kettő. Olyan az a kettő, se jaj, mint az aranyvesző, szőke is, barna is, szeret mind a kettő. És most tanuljunk meg egy dalt, amire majd a zárócsárdás fogjuk táncolni. Üljetek le, gyerekek, tanuljuk meg az éneket. Szépen legel a kisasszon gulyája, a kisasszon maga sétál utána. Már messziről kiáltja a gulyásnak, szívem gulyás, te is lej a subádat. Szépen legyen a kis asszony gulyája, a kis asszony maga sétál utána. Már messziről kiáltja a gulyásnak, szívem gulyás, te is lej a subádat. Nem terítem én végre a szubámat, mert elhagyják a rancsendő bujámat. De már az a szívem bujás, ne gondolj, ki váltja az édesanyám, ha mondom. Na ez nagyon jó, gyerekek, ma a tánclecke végre értünk. Megfigyeltem, hogy ki volt a legügyesebb a tánctanulás közben. Feri, gyere csak elő, hol a párod? Mutassátok meg a csárdást, abban láttam, nagyon ügyesen jártátok. Ide középre gyertek szépen, mehet a zene. Józsi, te is mutasd meg. Te is nagyon jól tudtad. Hát dicséretet érdemeltek. Na most, akkor foglaljuk össze mindazt, amit ma tanultunk. Első volt a falukerülő játék, második volt a hold-hold fényes lánc, aztán a karikázó és a csárdás.
Gyerünk, álljunk föl is, táncoljuk el végig. Fiúk addig leülhetnek. Kezdődhet is a dal. Le az utcán, le, piros a fa, le, hajó volna, behívnál, édes borra kínálnál. Az a szerencsés vagyok, hogy az úton nem vagyok, a szomszédba ballagok, rózsám mellett múlatok. Az én udam elveszett, én azt keresni megyek, nincsen annak más jegyi, szárnya hegyi feketi. Az én kötőm hadzagja, csupa piros pántika, lika, pántika, csupa piros pántika. Holdat is! Hold, fényes lámpék. Ott a kapu. Kapu. Nyisd ki kaput, Gergely, gazdag álmot adok rajta. Hold, fényes lámpék, két kapudárba. Nyisd ki kaput, Gergely, gazdag álmot adok rajta. Hold, fényes lámpék, két kapudárba. Nyisd ki kaput, Gergely, gazdag álmot adok rajta. Hold, fényes lámpék, két kapudárba. Nyisd ki kaput, Gergely, gazdag álmot adok rajta. Hold, fényes lánc, két kapudárba. Nyisd ki kaput, Gergely, gazdag álmot adok rajta. Hold, fényes lánc, két kapudárba. Nyisd ki kaput, Gergely, gazdag álmot adok rajta. És most a karikázó következik. Bal lábbal kezdjük. Gyertek, elrébb, itt van hely. Bal, jobb, bal. Tudjátok, így lépegettünk először. Mert a nótája. Veszem a tartónai papot, veszem én hibánikás kalapot. Ő vesz néken fehér derékendőt, hogy ne tartsak kardónál szeretőt. Forgó! Ő vesz néken fehér derékendőt, hogy ne tartsak kardónál szeretőt. Fiúk, gyertek, ti is álljatok be. Ja Istenem, jaj, mindegy, hogy csak közepére, akinek a közepére kell. Milyen csókot nem adnak, már én még rámult szokatom. Középre is, mert nagy lesz a kör. Az ábra kollapált arhány dágre, már én még forgasd meg! Az ablakon lapáttal hány tábbe. Istenem, az előtt tartottam szeretőt, de már most nem tartok szívemen csak kettőt. Olyan az a kettő, sejhaj, mint a darany vesző, szőke is, barna is, szeretni. Forgó! Katyus csizmába. Magam zárom be az ajtót 9 óra után, hogy ne haragudjon rám az édesanyám. Magam zárom be az ajtót 9 óra után, hogy ne haragudjon rám. Zenével próbáljuk. Lehet csárdás, szabadon! Hey!